Ezek a csúszásmentes ceruzák, amit első osztálytól kezdve ajánlunk a gyerekiknek. A papírboltok felkészültek a tanév kezdésre. Ebben a kisújszállási boltban is széles a választék, hogy kinek mennyibe kerül a beiskolázás, az attól is függ, hogy hanyadik osztályba megy a gyermeke. A legnehezebb helyzetben most is az első osztályosok szülei vannak, hiszen az elsős kezdőcsomag akár 100 000 forintba is belekerülhet. Az iskolatáska ára több 10 000 forint is lehet, és ezt még meg is kell pakolni írószerekkel, füzetekkel. A vízfestékek is tulajdonképpen 1 000 forinttól teljesen akár 3 000 forintig is megyünk, ez is attól függ, hogy milyen minőségi a vízfesték. Az iskola füzetet már 90 forintért is lehet venni, de kapható ennek többszöröséért is. A gyártók divatos mintázattal teszik még vonzóbbá termékeiket, ezek természetesen drágábbak is. Tolltartót is lehet venni már 3 000 forintért is, de itt is a csillagos ég a határ. Most a kisfiam 3-os lesz, hát olyan, nem tudom, hogy körülbelül, hogy mennyibe fog kerülni, olyan 30-40 000 forint körül szerintem, ahogy én számolgattam. A 2022-2023-as tanév előtt jelentősen megugrott az iskola szerek ára. Idén átlagosan 10%-kal került többe minden, mint egy évvel ezelőtt. Mivel a papírboltok számára az iskolakezdés komoly bevételi forrás jelent, így az üzletek között is nagy a verseny. Azonban vannak olyan boltok, ahol nem változtak az árak. Nálunk az árak nem változtak, próbáltuk az árakat nem emelni. Próbáljuk azt a színvonalat tartani, amit tavaly is volt nálunk. Mondjuk az első a leghúzósabb dolog, hát körülbelül egy elsős, ha beleszámoljuk a táskától kezdve, kis apróság, füzet, 60 000 forint körülbelül, amitől számolhatjuk. Egy felső osztályosnál, ha nem vásárol mindent a szülő meg, hogy táskatoltartó megmaradjon, akkor is olyan 30-tól lehet számolni, mert itt is a füzetek, ami sok, meg a kis apróságok hozzá. Nem ritka, hogy az iskolák ajánlanak különböző szetteket a szülőknek. Ez megkönnyíti a vásárlást, de hozzá segíti a családokat ahhoz is, hogy a lehető legkevesebb fölösleges dolgot vásárolják meg. Viszont minden meglegyen, amire a gyermeknek szüksége lehet a tanév során. Szerintem olyan 50-60 000 forint körül. Táskával, mindennel együtt. Meg még ugye pluszban, mik jönnek még. Egyre több munkáltató iskolakezdési támogatást nyújt dolgozóinak. Ez az esetenként néhány 10 000 forintos juttatás is komoly könnyítés jelent.